Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Jelentős turisztikai fejlesztések valósultak meg Tiszalökön, erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban vegyük sorra, mi mindennel készültünk még mára. Magyar falu program, forgalmas szakasz újult meg a Vármegyében. Turisztika Tiszalökön, befejeződött a strand fejlesztése a városban. Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan múltról és jövőről. Régóta várt útfelújítás fejeződött be a Vármegyében. A Balkányt és Téglást összekötő csaknem 15 kilométeres szakasz újult meg a Magyar Falu programnak köszönhetően. A több mint 1,3 milliárd forint értékű fejlesztést Bökönyben adták át. Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az eseményen elmondta, idén újabb 1000 kilométeren korszerűsítenek mellékutakat hazai forrásból. Ilyen jó minőségű, sima felületű aszfalton közlekedhetnek a jövőben a helyiek és a településen áthaladók Bökönyben. A 4901-es út Téglástól Balkányig 14 kilométeres hosszúságban újult meg. A Vármegye határ szélén lévő településen nagy az átmenő forgalom, miután a környékről Téglásra, Debrecenbe és Nagykáló irányába is sokan járnak dolgozni, ezért is volt fontos ennek a szakasznak az újraaszfaltozása. Piskolci Géza, Bökönny polgármestere az átadó ünnepségen azt mondta, ennek a fejlesztésnek is nagy szerepe van abban, hogy a településen élők közül is egyre többen vállalnak munkát a közelben működő vállalatoknál. Ez nem csak a községnek volt nagy-nagy problémája, hanem a környező településeknek is, mivel Téglásra a Hajdú megyébe itt járnak át, és most több munkahely van, mint Szabolcsban, és a Bökönny is hiába Szabolcs megyéhez tartozunk, de Debrecen-centrikus egy kicsit, úgy az iskolával, mint a munkahelyekkel, de most már ez a változat, ez a mérleg egy nyelv egy kicsit mozdult, Nagykálló, Nyíregyháza, Nyírbátor fele, mert most már itt is alakultak ki jó munkahelyek és több munkahelyek. Én annyit tennék hozzá, hogy csak a nagyját mondjam el, hogy mikor megkezdtem ezt a ciklust, 404 közmunkásunk volt. És akkor különböző fórumokat szerveztünk itt a művelődési házban a munkanélkülieknek, és akkor különböző vállalatoknak a menedzserét hoztuk el ide, és akkor ez az 404 közmunkásból mára csak 113 lett. Vagyis meg a negyedére csökkent szinte a munkanélküliek száma, annyiból van itt közmunkás, annyival foglalkozunk ma. De az útnak a jelentősége nagyon nagy, hiszen az átmenő forgalom, hiszen Balkányt innen lehet megközelíteni, Geszterét, Balkány, Nagykáló, Nyírgersely, a Baromfűzemet, Nyírbátort szinte erről közelítik meg, és a buszjáratok pedig a Szabolcs megyei vonattól a Hajdú, a Szabolcs megyei busz vállalatok, igaz most már egy, a Debrecenből jövő vonatokhoz pedig a Hajdú-Bihar megye biztosít buszjáratokat. És így nagyon el vagyunk látva, most már egy ízével, még az hiányzik, a megyetáblától Téglásig a befejezni az utat, hiszen a Hajdú megyék, de Tasó László képviselő úr, a Hajdú megyei illetékes képviselő úr azt ígérte, hogy ebbe a ciklusban meg fog történni az útnak a befejezése. Viszont hiányzik nekünk egy Bökönytéglás közti kerékpárutunk, ami nem tűr halasztást, hiszen az elmúlt évben két kerékpáros halálos baleset történt ezen a 6 kilométeres útszakaszon, úgyhogy ezt nagyon jó lenne, ha megoldanánk, megcsinálnánk, mert ez hiányzik. És a bökönyi embereknek is nagy-nagy tiszteletet tartozunk, hogy volt türelmük ezt kivárni, hiszen 60 éve várunk erre. Mert 60 évvel ezelőtt alakult ez az út, de akkor még egy 3 méteres, az 50-es években még egy 3 méteres postaforgalmi út volt. Ez ma kifejlődte, kinőtte magát, és hál' Istennek mindenki örömére használhatóvá vált. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt 5 évben több mint 6 milliárd forintot fordítottak a térségben a mellékúthálózat fejlesztésére. A politikus kifejtette, a Téglástól Balkányig tartó szakasz felújítása nem várhatott tovább, az út állapota ugyanis annyira rossz volt, hogy körülbelül 10 perccel nőtt meg a menetidő a kátyúk kerülgetésével. A rendszerváltás óta ilyen mértékű útfejlesztés nem volt a választókerületünkben, mint az elmúlt 5 esztendőben. Összesen 31 programban több mint 6 milliárd forint értékű útfejlesztés történt. Itt a Nyírbátor központú nyírségi választókerületben
Ez a fejlesztés, ez a mellékutakat jelenti. Ugye a 4 számjegyű utakról beszélünk. A 4901-es szám út, amely Téglás, Bökköny, Geszteréd, Balkányt köti össze. Ez az egyik ütőere a nyírség déli részének, és ez a fejlesztés, ez egy régi problémát old meg, hiszen hallottuk a polgármester úrtól, hogy mintegy 60 éve újult meg az az út. Pontosabban akkor az történt, hogy a köves utat, az apró zúzott köves utat bitumennel leöntötték. Az a technológia volt még akkor divatba. Most láthattuk, hogy az út szerkezete is megsérült, úgyhogy mintegy 10 perces késedelmet jelentett a megye határtól Balkányba eljutni ezen az úton. De ez a 1,5 milliárd forint megtette a jótékony hatását, most már gyorsabban és nagyobb biztonsággal juthatnak el Hajdú-Bihar megyéből Szabolcs megye ezen szakaszára, a 4-es főúttól az ide igyekvők. Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta, az elmúlt 3,5 évben több mint 3000 kilométer hosszúságban újultak meg mellékutak az országban a Magyar Falu programnak köszönhetően. Gyopáros Alpár egyúttal azt is bejelentette, idén is megvan arra a forrás, hogy újabb 1000 kilométernyi 4 és 5 számjegyű utat korszerűsítsenek. Amikor 2018-ban bejelentette Orbán Viktor miniszterelnök úr a Magyar Falu program indulását, és a falusiak elé álltunk, a falusi emberek, a falusi polgármesterek elé álltunk, és felvázoltuk azt a csodálatos víziót, amit szerettünk volna megvalósítani. És hát, ha most felidézném, hogy mi hideget, meleget kaptunk mi akkor, ó, persze. Láttunk mi már ilyen vidékfejlesztési programokat. Ígért már mindenki, Európai Uniótól kezdve mindenki ígért már nagy falu fejlesztéseket, aztán mi lett belőle. Nyilvánvalóan tisztában voltunk azzal, és Simon Miklós képviselőtársam biztos, hogy meg tud erősíteni ebben, bár költői a kérdés, hogy rendkívül emberes munkának álltunk neki 2018-19 tájékán, amikor azt a célt fogalmaztuk meg, hogy a magyarországi falvak, amelyből egyébként van 5000 lélekszám alatti településből Magyarországon közel 2900, hogy a magyarországi kis települések mindegyike számára, az ott élő emberek mindegyike számára megerősítsük a hitüket abban, hogy van jövője a magyarországi falvaknak, érdemes falun élni, érdemes a falvakban ott maradni, a fiataloknak a falvakban családot alapítani, otthon teremteni, mert van jövője a falvaknak. Emberes feladat volt, úgyhogy egészen pontosan értettem, hogy miért volt az a hitetlenség, amelyet találkoztunk a kistelepülési polgármesterek részéről. És ennek a folyamatnak vetett véget a 2010-es kormányváltás, amikor először is egy csődközeli helyzetből kellett az országot visszarántani, meg kellett erősíteni a gazdaságot, meg kellett erősíteni a gazdasági erőközpontokat, és 2018-ra jött el az az idő, amikor azt tudtuk mondani, hogy itt az ideje annak, hogy egy erős falu megerősítési, falufejlesztési programot el tudjunk indítani, azzal a céllal, hogy visszaadjuk a hitét a falvakban élő embereknek. És bizony, most meg azt látjuk, hogy gyakorlatilag alig tudunk elmenni egy olyan faluban, ahol ne épülne valami, vagy ne épült volna már meg valami, vagy sok valami, sok minden. Óvodákat nyitunk újra, bölcsödéket építünk, iskolákat újítunk fel, orvosi rendelőket korszerűsítünk. Korszerű eszközparkkal látjuk el az önkormányzatokat, orvosi eszközökkel, éppenséggel, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközökkel, kommunális eszközökkel, gépjárművekkel, és így tovább, napestig tudnám sorolni a Magyar Falu programnak az eredményeit. És ezek között, az eredmények között az egyik leglátványosabb, hogy egy olyan nagyszabású mellékúthálózat fejlesztési programot hajtunk végre a Magyar Falu program keretében, amelyre még nem volt példa Magyarország történetében. Ilyen intenzív, ilyen gyors és ilyen minőségi mellékúthálózat fejlesztési program még nem volt Magyarországon. Az első munkálatokat 2019-ben kezdtük el, kifejezetten a mellékúthálózaton, és 2019 második fél évétől, 2020 első fél évétől, amikor az első utakat elkezdtük felújítani, az azóta eltelt kb. 3-3,5 év alatt
több mint 3000 kilométer hosszban újítottunk meg ilyen utakat, ilyen falvakon áthaladó, vagy falvakat falvakkal összekötő mellékúthálózati szakaszokat. És rendkívül megtisztelő polgármester úr, hogy nem csak a helyi média, hanem az országos sajtó számára is bökönyben jelenthetjük be, hogy ezt a munkát folytatni fogjuk, és az idei évben is 1000 kilométeren fogunk beavatkozni mellékúthálózati fejlesztésekkel. Bökön önkormányzata szeretné tovább javítani a közlekedés biztonságát. Azt tervezik, hogy a téglás felé vezető szakaszon kerékpárút építésére pályáznak. Erre azért van nagyon nagy szükség, mert az elmúlt években több halálos kimenetelű biciklis gázolás is történt a két település között. Jelentős idegenforgalmi fejlesztések valósultak meg Tiszalökön. A város a Nyíri Mezőség integrált turisztikai fejlesztésének programjában valósított meg korszerűsítéseket a kenyérgyári Holtágon és környezetében. A részletekről Gömze Sándort, Tiszalök polgármesterét és Dannmegyeri Tamást, a Fekete Szakál élménypark és strand üzemeltetőjét kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Jó estét kívánok. Jó estét. Mielőtt belecsapnánk ennek a programnak a közepébe, egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan látják, hogy az elmúlt évtizedekben milyen magasságokat és mélységeket élt meg Tiszalök turizmusa. Polgármester úr. Hát ugye mivel az idő az korlátozott, ezért nagyon messzire ne menjünk. Talán én visszamennék 2006-7, de inkább 8-ig, amikor a pénzügyi gazdasági válsággal együtt bezuhant a turizmus is, és az idegenforgalom, és nagyon megérezte Tiszalök. Ugye közel 1000 üdülőegység található Tiszalökön, és emlékszem azokra az időkre, hogy rengetegen úgy döntöttek, hogy szeretnék eladni a nyaralójukat, és ez jó néhány évig így volt. És körülbelül 2014-15 környékétől történt valami, és ami még egy következő lépcsőfok volt, ez a szomorú nagyjából 2 év, ami a Covidról szólt. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy akkor külföldre nem mennek, nem is lehetett, viszont pont a nyári időszakokban a belföld kínálta magát, és így újra divat lett belföldön nyaralni, és itt Tiszalökre is nagyon sokan látogattak, és most azt látom, hogy fellendülőben van a belföldi turizmus ott nálunk is. Talán éppen ez a mélypont inspirálta a Tiszalököt arra, hogy fejlesszen és bekapcsolódjon ebbe a Nyíri Mezőség programba. Mi az, amit ebben terveztek, és meg is valósult, hiszen már lezárás közelében van a projekt? Igen, mi nagyon gyorsan megvalósítottuk, ugye ez még az előző fejlesztési ciklus fejlesztése. A Nyíri Mezőségen belül több mint 230 millió forintot tudtunk ilyen célú fejlesztésekre költeni, és egyrészt, ahogy ön is említette, a kenyérgyári Holtágon, ott elsősorban a horgászokra koncentrálva egy kicsit, mozgáskorlátozott horgászhelyek, szalonosütőhelyek, napelemes kandelláberek, kerékpártárolók, ilyen nagyobb méretű távcső, amivel a környezetet lehet vizsgálni, ezeket építettük ki, illetve mobil WC-t a horgászoknak és az arra sétálóknak, és a szabadvízű strandunkon pedig az üzemeltetővel együtt, hiszen nem csak mi fektettünk be pályázati forrásból, hanem maga az üzemeltető is saját erőből, elég komoly fejlesztéseket valósítottunk meg. Tényleg a kiszolgáló helységek, épületeknek az energetikai napelemes rendszerrel való működtetése, szintén a közvilágítás, a vízpartot, a vízminőséget javítottuk, öltözők, rámpák, ami lehet közlekedni a homokban, parkolók, és nagyon sok minden még. Az üzemeltetőt kérdezem, ezek szerint ezek a beruházások már nagyjából készen vannak, elkészültek, tehát valószínűleg van is már valamilyen tapasztalatuk arról, hogy milyen áldásos hatásai vannak ezeknek a fejlesztéseknek. Mi az, amiben ez tetten érhető, mi az, amiben érzékelik a pozitív változásokat? Tehát ugye ennek a fejlesztésnek az egyik fő eleme az egységes arculat kialakítása is volt, tehát hogy teljes épületkomplexum és a teljes környezet az egységes arculatban jelenjen meg, minden későbbi fejlesztés is egyébként ehhez igazodik, illetve a szolgáltatás fejlesztés. Cél volt az újabb közönség elérése, cél volt az újabb turisták vonzása a körzetbe. Ugyanakkor már az is cél volt, hogy az egyébként egyre növekvő turista számot ki tudjuk szolgálni. Az a fejlesztés, ami egyébként teljes egészével megvalósult, immár hát 2019-re
teljes egészében a tisztelők részéről, mint konzorcium tag részéről lezárult ez a fejlesztés. Minden épület együttes megújult, és energetikailag is fejlesztésre került, és képessé tette magát a turisztikai komplexumot annak a létszámnak a kiszolgálására, befogadására és kiszolgálására, ami addigra már egyébként kinőtte magát a 2015-től folyamatosan növekvő látogatószám miatt. Milyen számokról beszélhetünk, honnan, hová fejlődtek? Mi 2013-ban kezdtük el ezt a parkot fejleszteni, ami ma már tényleg azt gondolom, hogy egy turisztikai paradicsom. 2013-ban, amikor ennek az üzemeltetését átvettük, akkor egy ilyen 5500 fő per éves látogatói létszámról beszélhettünk. Ugye itt nagyon fontos megjegyezni, hogy az évet azt néhány hónapban kell mérni, hiszen egy nyári szezonról beszélhetünk. Ma ott tartunk, hogy 14.500 és 17.500 fő között van, tehát több mint háromszoros a látogatói létszám annak, mint amivel mi ezt 2013-ban elkezdtük. Változtak-e az igények a vendégek részéről? Hogyan lehet ezt követni? Abszolút mértékben folyamatosan mérni kell a vendégek igényét, tehát folyamatosan szondázni kell a vendégeket, akár személyesen, akár kérdőívek segítségével, akár különböző, mondjuk a social médiában közzétett játékok alkalmával is tudjuk mérni az ő igényeiket, és mi minden fejlesztésünket, lehet ez topos fejlesztés, lehet saját fejlesztés, vagy vidékfejlesztés, programos fejlesztés, minden fejlesztésünket ezekhez az igényekhez igazítjuk, illetve nyilván saját tapasztalataink is vannak, hogy mi az, aminek a kapacitása már ehhez a vendéglétszámhoz nem elegendő, és ahol be kell avatkoznunk. Ez lehet akár a vendégek kiszolgálása, lehet akár a szociális létesítmények, lehet akár az alapinfrastruktúra fejlesztése. Vagy a vendéglátás területén. Így van. Említették, hogy energetikai fejlesztés is történt. Ennek a hatásai miben mérhetők, és most ugye a rezsiválság közepén ez mennyire pozitív? Számára, hát most mérhető ez igazán, tehát most mérhető ez igazán, főleg az üzemeltetés szempontjából. Akkor egy 10 kW-os napelemes fejlesztés történt a villamos energia részbeni kiváltására. Azóta egyébként nekünk már saját fejlesztésben az önkormányzattól függetlenül újabb 15 kW-os napelemes fejlesztésünk valósult meg. Valamint arra törekszünk, hogy minden olyan világítás, ami a kvázi közvilágítást szolgálja, tehát a területnek a külső világítását szolgálja, az pedig ettől a napelemes hálózattól függetlenített, úgynevezett szigetüzemű napelemes módon működjön, tehát ezek az úgynevezett kandelláberek, és tehát továbbra se terhelje a villamos hálózatunkat, és ne azt a megtermelt napenergiát használjuk föl, hanem önállóan működjenek. Jelentős, tehát most aztán főleg az energiaválság idején jelentős és mérhető ennek az eredménye. Tud pozitív szaldós lenni a turisztikai központ? Természetesen igen. Ezt azt kell mondanom, hogy igen. Szuper. Ezt a jelentős fejlesztést hogyan kezeli Tiszalök városa, a helyiek? Mennyire összeegyeztethető a turisztikai létszámnak a felduzzasztása és a mindennapi, hétköznapi élet Tiszalökön? Érdekes, hogy amikor megjelent ez a többlet vendégszám, akkor nagyon sokan azt gondolták, hogy érdemes a nyaralómat átalakítani szállássá. És jó néhányan bizony szállásként kínálják a nyaralóikat, sőt a strand területén is van szállás lehetőség, Tamás ezt szerényen elhallgatta, illetve bent a városban a kereskedelmi egységek, az élelmiszerboltok kamatoznak ebből, ugye egy másik uniós forrásból, mi zöldváros projektet is megvalósítottunk, és mi ott egy a város központjában egy kávézót építettünk, és mi üzemeltetjük. Ott is jelentkezik, főleg a nyári időszakban. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy a földrajzi helyzetünkből adódóan jó látni Tiszalökön a sok idegent, akik azért jönnek ide. Természetesen biztos, hogy számít az is, hogy Toka is szó szerint belátható közelségben van. Mindig szoktam mondani, hogy bennünket a Tisza nem elválaszt, hanem összeköt, és a víziturizmus is viszonylag kezd megélénkülni, mondható, és Tiszadob is a közelünkben van. Szóval zajlik az élet, egy kicsit felpesdül az élet Tiszalökön. Azt gondolom, hogy ez a városnak hasznos, hiszen lehet, hogy ennek is köszönhetően utóbbi egy-két évben azt tapasztaltuk, hogy a környező településekről és még távolabbról is
nem azt, hogy nyaralót jönnek Tiszalökre vásárolni, hanem Tiszalökre költöznek életvitelszerűen, ott szeretnének élni. Szóval lehet, hogy ennek a turisztikai fejlesztéseknek is köszönhető többek között. És nincs megállás a nyíri mezőség program után, nincs. Hiszen már gondolom az eddigi tapasztalatok hozták azt, hogy mi az, amiben tovább kell lépni, és erre lehetőség is nyílt. Így van, a legújabb Európai Uniós források, az úgynevezett top pluszok, itt már ugye nem desztinációnként, hanem településenként lehetett pályázni, és megtettük, és az előző fejlesztésekre építve szintén nyertünk, ugyanúgy a Holtágra, illetve a szabadvízű strandra, több mint 230 millió forint értékben megint, és mi ebben rohanunk, hiszen a közbeszerzésen rég túl vagyunk, illetve szerintem 80%-os szinten van a kivitelezés is. A szezonra el is készül. Szezonra, mi az, igen. Ami el fog készülni a szezonra, mint újdonság? Egy percünk van. Oké, akkor nagyon gyorsan összefoglalom. Egyrésztről ismét egy komolyabb alapinfrastruktúra fejlesztés, tehát kénytelenek voltunk parkolót bővíteni. Másrésztről egy biztonsági beavatkozás, tehát biztonsági infrastruktúra fejlesztés, kerítés, biztonsági kamera rendszerek, újabb napelemes kandelláberek, míg a kenyérgyár esetében pedig megújításra került a kenyérei Holták területén található fahíd, ami egyébként egy Natura 2000-es természetvédelmi tanúsvény része, és egyik égköve igazából, és szerintem a város szimbóluma is. És kisebb szolgáltatás fejlesztések még a strandon, tehát a vízminőségének javítása egy elég nagy beavatkozás, de szintén szolgáltatás bővítés, tehát napozóágyaktól a játszóház fejlesztésen át egészen sokrétű lett az újabb beruházás, és valóban a finisében tartunk, tehát nyitunk hamarosan. Akkor mondhatjuk, hogy szinte minden adott most már, hogy egy-két hetet kellemesen eltöltsenek ott, igen. Családok, baráti társaságok. Abszolút, azt gondolom, hogy igen. Tehát egy olyan turisztikai komplexumról beszélhetünk, ahol mindenki megtalálja a számítását egy helyen. Már csak a jó időre számítunk, ahogy tavaly is volt, úgyhogy ebben bízunk. Köszönjük szépen, hogy befáradtak hozzánk, és mindezekről beszámoltak nekünk. Egy nagyon jó szezont kívánok önöknek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A műholdakhoz köthető szolgáltatások ma már ezer szálon kötődnek a hétköznapi életünkhöz, ezt mondta Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora, a Földnapja alkalmából szervezett ökológiai konferencián. A rendezvény díszvendége Farkas Bertalan volt, aki 1980-ban első magyarként járt a világűrben. A gyulaházai születésű kutató űrhajóssal Karab Zoltán kollégán készített hosszabb riportot. 66 évvel ezelőtt lőtték fel az űrbe ballisztikus rakétával az első mesterséges égitestet, a Sputnik 1-et. Napjainkra pedig hivatalos adatok szerint már közel 5000 műhold kering a bolygónk körül. A Földnapja eseménysorozat keretében tartott ökológiai konferencián Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora hangsúlyozta, a műholdakhoz köthető szolgáltatások és tudományos kutatások egyre nagyobb szerepet játszanak a fejlett társadalmak életében. Egy olyan eszköz került az emberiség kezébe, amivel a globális környezetünk valós állapota modellezhetővé válik. Farkas Bertalan az 1980-as években a kutató űrhajós programjába a mezőgazdasági termésbecslés, környezetvédelem, vízminőségvédelem, területfelhasználás témakörébe kezdett el kutatásokat végezni, amit a földre való visszatérése után a 80-as években a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutató űrhajósaként, mint kollégám, egy évtizedet együtt töltöttünk a Műegyetemen a Farkas Bertalannal. Tehát ez egy nagy jelentőségű dolog, és ma ez a globális éghajlatváltozás, gondoljunk csak vissza a pár héttel ezelőtti húsvéti hóemberépítésre, tehát olyan szélsőségek jelentkeznek, aminek a követése, monitoringja alapvető az emberiség és a hétköznapi viszonyaik szempontjából. 1980. május 26-án egy ország, sőt talán egy világ izgult a magyar űrhajós sikeres hazatérése miatt, aki Valerij Kubaszov parancsnokkal magyar idő szerint 20 óra 20 perckor indult a világűrbe a Soyuz 36 űrhajó fedélzetén. A Földnapi alkalmából a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is találkozhattak Farkas Bertalannal, aki a konferencia plenáris előadását tartotta. A kutató űrhajós elmondta, hogy nemzetközi szinten a 94. emberként tett utazást a világűrbe, így egyelőre az első, de remélhetőleg nem az utolsó magyar, aki élőben is láthatta a kék bolygót.
Az űrkutatásnak, az űrtevékenységnek igazából két nagyon fontos területe van. Az egyik, ahol űrhajósok teljesítik a feladataikat, amire felkészítették. A másik pedig űrhajósok nélkül a távoli univerzum megismerése. A kettő nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Én azt hiszem, hogy számomra, mint repültörös számára az a legfontosabb, hogy a mi kis csodálatos bolygónkat védjük meg a jövőt illetően. Mert az egy elképzelés, az már megszületett, hogy igen, majd elhagyjuk a mi kis földünket. De hát gondolom, hogy ez még annyira nagyon messze van tőlünk. És mi történik akkor, amikor én repültem, csak érdekességként mondom, akkor 6,7 milliárdan voltunk, és én abból vagyok a 94. Most már több mint 8 milliárdan vagyunk, hivatalos ENSZ adatok szerint. És van mindössze 651 néhány űrhajós. Hát akkor az emberiséget hogy fogja, milyen alapon fogja kiköltöztetni valaki vagy valakik? Ez nem politika függő, ez hihetetlen. Sok mindentől függ, nyilván a jövőt illetően. Hát én biztos vagyok abban, hogy az űrtevékenység, az űrkutatás nagyon sok dolgot kell, hogy adjon nekünk, hisz a világűrből kapott adatok, információk segítenek abban, hogy ne talántán megtaláljuk azt a bolygót, vagy azt a lehetőséget, hogy valahol az élőlények életfent feltételeket biztosítottak valakik számára. Ha éppen ember, hát ember nem valószínű, de hogy valamilyen mikroorganizmus lehet, az elképzelhető. Farkas Bertalan azt mondta, örömmel fogadta el a meghívást, mivel, ahogyan ő fogalmazott, szabolcsi gyereknek vallja magát, hiszen Gyulaházán született. Ráadásul van remény, hogy a következő magyar űrhajós is Szabolcs-Szatmár-Berekből kerüljön ki. Örömmel jöttem haza, mert Szabolcs gyerek vagyok, Gyulaházán születtem, és én úgy gondolom, hogy az a cím, amit kaptam, az egy nagyon összetett és nagyon átfogó. És én úgy gondoltam, hogy magamban adok egy másik címet ennek az előadásnak, amit most én fogok tartani, a világűr és mi. Mi és a világűr. És amikor én ezt legelőször megfogalmaztam és elmondtam, tapsolt mindenki, mert hát nyilván a világűr és az emberiség közötti kapcsolatról szól a történet. Én szeretném a jelenlévőket majd arról tájékoztatni, hogy is kezdődött ez az egész annak idején. Hát akik idősebbek lesznek, biztos visszaemlékeznek rá, mit csináltam, és hát szeretném a tisztelt társaságot elvinni egy pár percre a világűrbe, hoztam egy filmet magammal, és egy kicsit úgy közelebb kerülnek ők is mindahhoz, amit az űrhajósok át kell, hogy éljenek. Aztán van egy fantasztikus lehetőség itt a jövőt illetően, mert erről is kell beszéljünk. Van egy fiatalember, aki bekerült a négy közé, és hát a négy közül majd lesz kettő, a kettőből egy, és még az is elképzelhető, hogy ő fog repülni a világűrbe. Úgyhogy ilyen dolgokat szeretnék én ma elmondani. Maga a tudományos program egy hihetetlen bonyolult volt a mi esetünkben is, de én azt hiszem, hogy a nagy különbség az, amire a következő magyar űrhajósnak büszkének kell lenni, hogy én ugyancsak 8 napot voltam a világűrben, ő pedig valószínűleg egy hónapot fog tartózkodni. Most egy hónap alatt pedig hihetetlen sok tudományos kísérletet kell, hogy végrehajtson, amire nyilván igyekszünk fölkészíteni maximálisan a kijelölt űrhajost, és én abban biztos vagyok, hogy egy sikeres visszatérés után éppen olyan tisztelettel, szeretettel fogják őt is fogadni, mint annak idején 80-ban engem. A kutató űrhajós hozzátette, a Földről való elköltözés gondolata sokakat foglalkoztat tudományos szempontból is, de a jelenlegi mintegy 8 milliárdos népességre mindössze 650 űrhajós jut a világon. Ebből a szempontból is érdemes lakba vetni szerinte a Föld megóvása melletti érveket. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, amikor vendégünk lesz többek között Vármegyénk főügyésze is. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!